Az ünneplő közönséget Vencel Valentin köszöntötte. Az igazgató szerint az Újvidéki Színház már évek óta nagyon eredményesen működik. Számunkra már, mint az Újvidéki Színház számára, ezek a születésnapok mindig a köszönetnyilvánításnak az alkalmai, illetve hát annak kifejezésének lehetősége, hogy tulajdonképpen mi egy közösségnek a tagjai vagyunk. Az Újvidéki Színház alapításának 41. évfordulóját ünnepelte. Azt szokták mondani, hogy a színház 2000 éve haldoklik. És minden évben, amikor megünnepeljük egy színháznak a születésnapját, akkor az a nagy öröm, hogy még mindig van színház. Tehát ne, a színház az nem a színháznak nem szabad meghalnia. Nekem a haj volt az első előadásom. Örömmel ünnepeljük, és hát úgy szoktam mondani, hogy a 40. fölött már nem illik ünnepelni, de illik. Jótékonysági akciót is szerveztek a színészek, elárverezték azokat a kellékeket, amelyeket a régi előadásokban használtak. 450! Árverezésre lettek bocsátva, plakátok is általunk aláírva, régi előadások fölvétele CD-n, különböző fejfedők, például az ember tragédiájából nekem volt egy töviskoszorúm, ilyen valami gumiból megcsinálva, ilyen kis világító kínai ördög szarvaim voltak, ez is mind elkelt. Mézeskalás szív a portugálból, sál a portugálból, a narancsbőrből fej, 25 tárgyunk volt, és minden elkelt. Az összegyűjtött mintegy 12 000 dinárt a Veterniki Gyermek- és Ifjúsági Otthonnak ajándékozzák.